és új utak után nézek. Nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, meg ilyen nagyon tanulságos beszélgetés, meg egy ilyen agytágítást kaptunk, hogy miből is áll a tűzoltók feladata, élete, felszerelései. Nekem ez rettetesen érdekes volt. Még emlékszel, érzem, füstölgő puskacső csak lógott a kézben, de azt hittük... Óriási elismerés és respekt az uraknak, és nagy megtiszteltetés, hogy ezt itt lehetünk, kipróbálhatjuk. Én beszéltük a srácokkal, hogy gyakorlatilag egy gyerekkori álom az, hogy eljöhetünk egy tűzoltóságra Berlinről, megnézhetjük, lecsúszhatunk, megnézhetjük a tűzoltó autókat. Eszméletlenül, eszméletlen különleges. És én is arra buzdítok minden fiatalt, hogy próbáljátok ki. Eloltottuk, de nagyon, nagyon égett. Úgy égett, hogy hű. Én csapkodtam, ő fröcskült valamit, meg mondta, hogy mit csináljuk. Hát én elképesztően jól éreztem magam, mondjuk megmondom őszintén, hogy megsülök, annyira meleg ez a cucc, mondjuk. Igen. Alá is vagyok öltözve, ti is. Rendesen. Bemutatnám, hogy a Doni a legautentikusabb, mert ő igazit kapott, mi meg a jelmezesek vagyunk. Szóval olyan, mint egy igazi tűzoltó lenne, mert kezd ki ilyen. Esetből nyomképpen. Meg szerény karabinerek. Szerény. 1, 2, 3, 4. Solymár, szívem még csak egy szó vár, miért hívzol Solymár, ha te is így gondolod. És még egyszer, 1, 2, Solymár, szívem még csak egy szót vár, miért hívzol Solymár, ha te is már nem vagyok. Volt még egy sor. De hogy szerintem, aki szeretne hős lenni, mint a tűzoltó, akkor az jöjjön tűzoltónak, mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép és megbecsülendő szó.